1990-től folyamatosan elénk tárja, hiszen folyamatosan voltak kiállításai. Az első kiállítására az Ady iskolában került sor, de tulajdonképpen majdnem minden zalaegerszegi oktatási intézményben megcsodálhatták a fiatalok és a kollégák is az ő műveit, hiszen a Deák szakközépiskolától a Kölcsei gimnáziumon át tulajdonképpen Keszthelyig és Nagykörnyezsáig is elérve valamennyi intézményben bemutatkozott, de kilépett nemzetközi porondra is, hiszen voltak olyan csoportos kiállítások, amelyeken részt vett, és így aztán Ausztriában, Olaszországban, Finnországban és Lengyelországban is megismerhették ezeket a műveket. Én nem szeretném elvenni a szakmai értékelő. Németh Miklósról nekem eszembe jutott egy régi és nagyon kedves olvasmányom, amit többször is elolvastam az idők során, ez pedig Dion Nándornak a Virágos Katona című regénye, amit valamikor a 70-es években jelent meg. Ez a regény egy délvidéki kisvárosban, Szent Tamáson, szerb nevén Srbobran, tehát nagyon készültem, ki tudjam mondani, ahol együtt éltek magyarok, németek, szerbek, zsidók és különböző nemzetiségű emberek. És a főszereplője egy furcsa fiatalember, egy kamasz fiú, aki azzal keresi a kenyerét, hogy különböző lakodalmakon citerázik, és ebből viszonylag jól él. És ennek következtében viszonylag sok szabadidővel rendelkezik. És ez a szabad idejét arra használja ki, hogy a városnak a kálvária dobján tölt sok időt, és ott a szemébe tűnik a kálvária stáció képei között egy figura, ez a bizonyos Virágos Katona. Ha megengedik, egy kis rövid részletet felolvasok ebből a regényből.